Most meg fog ökölni. Várjatok, várjatok, ebből tök jó volumen lehetne. Lőjük már egy selfie-t. Oké, nézzetek ide, mosolgjatok, cheese! Vásároljatok vajonöltő Dr. Gonosz mintás termékeket, póló, pulcsi, mörintet, amit el tudok képzelni. Vásárolj most, és legyen a legmenőbb. Srácok, gyertek már, keressük a gyémántot, na, keressük kell. Azért, mert csórók vagyunk, és kell nekünk gyémánt, hogy gazdagok legyünk, tudjátok már nagyon jól. És miért vettek ennyire a bányába? Srácok, csak egy Minecraft bány. Miért vettek ennyire ettől a Minecraft bányától? Komolyan csak gyémántot keresünk. Milyen szörti? Miről beszéltek? Jó, figyeljetek, jó nyugalom. Ah, meggyújt, hogy denevér, vigyázzatok! Na, a lényeg... Na, figyeljetek, akkor maradjatok itt a fényben, itt keresetek gyémántot, meg akkor menjünk a bánya mélyére, jó? Oké? Okay. Jó, csak vizek egy fákiát is, na. Jó, jó, van, komolyan mondom, hogy gyerekek félnek, srácok. Ti is féltek a Minecraft bányába, nem viszem el. Nincs is semmi, komolyan mondom, szörnyek, hagyjál már. Na, itt esetleg valami gyémánt kell, hogy gazdagok legyünk mindenféleképpen. Ó, fejem! Mi volt a szang? Mi egy ködör, vigyázz, hogy bele saj! Beleesett a fa-fa-fa-fa-fa! Most mit csináljunk? Mit kéne csinálni? Menjünk haza. Lehet, hogy a szörny kaptál, úgyhogy... Szerintem nem kéne itt mit csinálunk, mert... Már őt elkapta, akkor mi ki tudunk jó. Arista, srácok! Jaj! Ó, de bevertem a fejemet, te jó ég! Keljünk fel! Jó sok ember beesett abba a gödörbe! Jó, mindegy, valahogy van valami kiút itt biztos! Inda! Jaj, komolyan mondom, nem MXZ Junior, még izé itt vannak, még nem hagytak itt komolyan mondom! Szerencsé, itt van az Inda, nem MXZ Junior, nem hagytak itt! Na, jó, még itt fel kell építeni! Itt vannak MXZ Junior-ék! Sziasztok, hello! Szerintem hagyjuk itt, még ha életben is maradt itt! Biztos, hogy nem szerem ki onnan. Micsoda? Úgy meg a szörny már úgyis meg fog érni, úgyhogy mindegy. Mi? Akkor mérges lesz, aki veszük, és minket is megesz. Mi? Azt hiszik, hogy meghaltam, és képesek lettek volna itt hagyni engem a gödörbe? Hát, milyen családtagok ezek, te jó ég! Most azt hiszik, hogy meghaltam, te jó ég, vajon mi csinálhatnak? Jó, srácok, akkor kövessük őket, nézzük meg, hogy mit csinálnak akkor, hogyha meghalnék. Most már úgy is azt hiszik, hogy halott vagyok, meg minden, kimennek a bányából, igen. Jó, kövessük őket, kíváncsiak, mit csinálnak ilyen, mit csinálnának ilyenkor, hogyha meghalnék. Jó, menjünk szépen. Szóval, mert erre jöttek a temető felé, ott vannak. Jó van, felveszek egy jó áruhát, oké, ebben nem fognak megismerni. A csukjába. Jól van, oké, úgy teszek, mintha egy öreg asszony lennék, vagy nem tudom. Jaj, jöttem már a férjecskémhez, jaj, igen. Jaj, oké. Elnézést! Maga egy pap? Persze, én egy pap vagyok. Akkor mondja már egy pár szép szót erről az ifjú emberről. Kicsoda? Hát ez XP. Mi? És de hát a holtteste hol van? Most át voltunk lemenni, mert a nem olyan, mert volna úgy helyes, hogyha lemennek, értem, hogyha fontosak neki? Értem, felhozzatok volna a holtestét, nem? Vagy megnézhették, hogy ilyen? Nem érdekel, nem sem. Olyan rohadhat szerintem a föld alatt is. Ugyanúgy a föld alatt van, mintha itt. Értem, jól van, maguk nem túl kedvesek. Jó, hát akkor XP nagyon jó ember volt, szörnyeket jött a családnak. Mi? Jó volt. Jó, mindegy, gyors volt, a leggyorsabb, a legerősebb. Leggyengébb volt, leglassabb. A legokosabb, ő volt. De az én voltam. Jó, mindegy, akkor mit fognak most csinálni, hogy meghalt XP? Hát elszönök is ezt. Odadom neki, már zöld, mert ő XP. Értem, jól van, maguk egész gonosz emberek. Srácok, nem hiszem el, képesek így eltemetni, ezt teszik, hogy így gondolkoznak rólam. Na jó van, követem kell még mindig őket. Kíváncsi vagyok, hogy mit csinálnak most, hogy így meghaltam és eltemettek engem. Let's go. Nagyon szomorú vagyok, hogy így gondolkoznak rólam. Komolyan, srácok, tényleg elég szomorú vagyok. Nem baj, most nem is tudom merre menjünk, mert haza nem mehetek. Wow, doktor gonosz. Hello, hello. Jó napot, uram, mit szeretne? Na, azt akarom mondani, hogy amúgy meghívlak a házi bulimba. Milyen házi bulimba? Van egy új házom. Új hát ház? Beköltözök a XP-nek a házába, és akkor egy partit tartok. Mi? Most halt meg XP? Nem menne ez helytelen most bulizni, meg beköltözni? Ez ilyen...
Hát tudja, a szomorúság miatt bulizok, nem? Nem azért, mert nagyon jól érzem magam. De így legalább egy fokkal jobb lesz, eldolgozni. Persze, elmegyek akkor a bulira, amit azért tartotok, mert meghalt XP. Persze, elmegyek. Na, menjünk szépen, srácok, ezek akkora görények, komolyan mondom. Menjünk akkor. Nagyon szép háza volt XP-nek, megérdemli ön ezt, Dr. Gonosz úr? Persze, hogy megérdemli, én voltam a legjobb barátja. Miért van egy toksi a falba? Mit csinálnak a házzal? Gyere, fogadsz egy jó kis babgúlyas, gyere! Azt mondtam bele! XP nagyon mérges lenne szerintem, hogyha ezt látná, hogy a házam ezt teszik. Nem érdekel, most ne nincs itt, nem is lehet. Istenem, Istenem. Doktor, azt mit csinálsz, főzel? Gyere, befogadott fiam. Itt a finom babgúlyas, csináltam két hajlingot. Koska, hogy sokkal jobb, mint az apád. Sokkal jobb. Mi? Ah, tényleg. Koska, hogy te is, papúr. Hát azt hiszem, nem jobb, mint XP. Mészen, de XP, Zsori, ez jobb, mint amit a faterot csinált? Egymilliószor jobb. Figyelj már, azt játszottok? Na, persze, hogy játszott egész nap. Ez az, megyek az új szobámba. Hamarabb is meghallgatott volna, így sokkal jobb élni. Jó, én köszönöm, hogy vendégül láttatok, én viszont most megyek, jó? Aj, srácok, komolyan ezt tették volna, ezt tennék, hogyha halott lennék. Így bánnának, így gondolnak rám, nem is lennek szomorúak. Milyen család ez? Hogy viselkednek, komolyan mondom. Nem hiszem el, srácok, nagyon szomorú vagyok most. Aj, komolyan ezt gondolják, mindegy, hagyjuk is az egészet, inkább alszok itt az erdőbe. Végre ágyba tudtam aludni, sokkal jobb volt, mint otthon a földön. Jó reggel. Na, milyen volt az első nap apád nélkül? Amúgy esküszöm, hogy nagyon jól élettem, és most mi hát örülök neki, hogy meghalt. Na, megyek is gyémántot bányászni, hogy legyen sok pénzünk. Szóval most XP Junior játszik, Dr. Oszok elment bányászni. Na, ezt nem hagyom abba. Isten, komolyan mondom, most meg fogom őket trollkodni, engem nem érdekel. Én szenvedjenek, hogyha ennyire utálnak engem. A srácok, ki is fogom lőni, komolyan mondom a fiamat, hogy szenvedjen ő is. Egy jó TNT ágyú, mindig jó amúgy. Oké, ide szépen rakok még így, igen, nagyon jó. Kell gyorsan egy fűblokk, mondjuk ez itt jó is lesz nekem. Így, tökéletes. És akkor szépen itt fogom, ezt itt kiütöm. Oké, kell még egy fűblokk. És figyeljétek, srácok, de most egy olyan dolog fog történni, amit nem számítotok rá. Oké, így, nagyon jó, erre mehet is a gomb, erre köré meg lefedem fűvel, ide fogja látni a TNT-ken, egy zseni vagyok, és dobok rá egy könyvet, ezen kívül szépen ide vonzom könyvekkel, jaj, nem akartam az összeset kidobni, jól van, majd a fiamat az illat... Hát, de az a Fortnite! Azaz, Fortnite, az a fiam, igazán halott vagyok, és utálsz engem? Na várj, de be is dobok neki könyvet. Oké, akkor gyorsan nézzük, mi történik, jól van. Az egy könyv? Valaki tört egy új könyvet. Menjél csak, fiacskám, menjél csak. Jól van. Ez az. Jól van, menjél csak, menjél csak. Oké. Ezt le is mászok. Oké, de megyek. Ez az. Megyek könyv. Jól van, mindjárt kilő. Gyerünk, oké. Oké. Hát, de egy furá nyomorlatnak. Ez az. Jól van, és... Aha! Jó, úristen! Aha! Szia, fiam, jól van! Én már megszívtam most egy irányobány, és Dr. Gonoszt is megszívhatom, komolyan mondom, amiért így viselkednek velem. Jól van, menjünk szépen, go, let's go! Jó, srácok, eljöttem, itt van valahol Dr. Gonoszt is, nem tudom, mert ott van. Jó, oké, mondom, mi a terv, srácok. De fáj a derekam már. Oké. Jó van, oké, srácok, mondom, mi a terv. Elhitetem Dr. Gonosszal, hogy egy szellem vagyok. Azt fogom csinálni, kiütöm itt szépen a blokkokat, rakok itt egy gyémántot, és elbújok meg én, nézzétek meg, srácok. És akkor kiüti ezt a blokkot, akkor itt lesz a fejem, és azt hiszi majd, hogy egy szellem vagyok. Ez a terv, szóval nézzük meg. Oké, nézzük, hogy jön-e. Ha, ott egy gyémánt, ez az! Gazdagok leszünk. Lesz pénzünk a járat. De jó van, srácok, már itt van, hallom. Kiütöm most ezt a finom robokos gyémántot. Mam. Ez az, hello, szia. Nem, 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 n
Jól van, jól megszivattuk őket, komolyan mondom. Hála az égnek, remélem ebből tanulnak. Most már lassan itt az idő, hogy leleplezzem, vagy amúgy élek. Láttam apádnak a szellemeit. Akkor... A szelleme még életben van. Úgy akkor engem is robbantott fel. Azt nem tudom. Nem lehet az, hogy ideges sánka elleme, mert nem segítettünk neki. Nyilván, hát ott hagytuk meghalni, de most feléleszthetjük valahogy. Halásszuk ki a holttestét, és valahogy megoldjuk. Gondolom. Na akkor melyikünk menjen le? Hát de miért én? Te az kisebb vagy, te neked könnyebb lemenni. Ezt ti, és menjél! Oké, na jó megvan, húzzál fel! Jó, akkor a körbebe belekapaszkodok ebbe a falba. Még jó, hogy nem vágtam le a körmömet. De jó. Ez itt a pád. Jó, csúnya. Na mindegy, menjünk. Na, készen van. Most már fel tudjuk éleszteni a pádat, és nem fog kísérteni őket, és békén fog hagyni, és végre boldogok lehetünk újra hárman. Mit kell csinálni? Csináld! Hát meg kell gyomdom a gombot. Akkor aktiválom. 3, 2, 1... Nem működik, nem fog kapcsolni! Hely fel XP! Na jó, srácok, jövök, azt bevallom nekik most, hogy élek! Sziasztok! Mit trollkodtam veletek? Élet élek valójában, jó? Szóval ne aggódjatok, bocsánat, hogy szivattam, de... Az ott meg ki! Mit csináltak itt éppen? Hát éppen újra akarunk éleszteni. És ez kinek a holtteste? Nem tudom, de vigyázz feléről. Úristen! Úristen! Mi történt? Ez micsoda itt? Nem tudom, de lejött. Jó vagytok? Srácok, vigyázzatok! Úristen, ez mi az Isten? De nem emlökétek! Nagyon sok a sebez! Megöltétek! Hála az égnek! Srácok! Miért voltatok ilyen gondoszok? Nem is törültetek azzal, hogy meghaltam. Nem öltetek le, értem a gödörbe se. Hát, nekünk így dolgozzuk fel a gyárt. Gól szokatok, legközebb ígérjétek, hogy segítjük mindig egymás rendben. Persze! Dögöljetek meg! Srácok, ez a videó egyet volna. Remélem tetszett a videó, akkor csapassak a legközelebb, és segítsetek, hogy kettkezzel találkozunk. Én Next Pi voltam, na szevasztok, sziasztok, csumacsámat,